A magyar válogatott nyerte szeptember közepén a Berlinben megrendezett férfi vízilabda világkupát. Erre 1999 óta nem volt példa. Vendégem a válogatott két játékosa, Németh Toni és Jancsik Szilárd. Sziasztok! Szia! Először is gratulálok a győzelemhez, és mindjárt beszélünk is erről. Egyébként víz alatti rögbit csináltatok valaha? Vízi rögbi? Láttatok ilyesmit? Mi a véleményetek róla? Ezt muszáj megkérdeznem. Kipróbálnátok-e? Igazából majdnem minden nap azt csináljuk, csak nem azokkal a szabályokkal, ahogy ők játszák, de pont mind a ketten a pozíciónk miatt is nagyrészt víz alatt is elég sokat küzdünk egymással. Visszatérve ehhez a győzelemhez, ugye ez viszonylag sima meg szép győzelem volt, az elmúlt időszakban nem mindig jött ki a lépés, szerintetek mi az, ami most megváltozott, amitől most így tudtatok nyerni, a szerbeket is megverve? Nem tudom, szerintem legnagyobb hangsúly azon volt, hogy azért akik most benne voltak a csapatban, azok mind utánpótlás koruk óta ismerik egymást. Lehet, hogy ez is egy nagy fegyvertény volt esetleg, de azért összeszoktunk ott abban a 3 hétben, összekovácsolódtunk, szerintem ez teljesen jó volt így erre egy hétre. Egyébként ilyenkor mik az egyes szerepek egy ilyen intenzív időszakban, azért 3 hétről beszélünk most is, mindenkinek más az erőssége, van, aki nagyon jól bírja a feszültséget, és így tud erőt adni a társainak, van, aki humorral tudja oldani a stresszt, meg a nyomást, van, aki mások lelkét ápolja. Nektek van valamilyen ilyen különleges képességetek, amit ilyenkor bevettek a jobb csapatmunka érdekében? Hát vicces, mert azért ott a fiatalok között azért lehet humorizálni és akadékoskodni a másikkal. Egy-ketten nehezen veszik fel ezt a párharcot, de többiek azért benne vannak ebben az zrikálásban. És te is zrikálós vagy, vagy te inkább a megnyugtatást képviseled? Ez jó kérdés. Van, hogy nyilván hogy kell fel éppen az ember. Tehát hangulatember vagy. Hát azért számít, igen, szoktuk egymást zrikálni, de a Tonya azt gondolom, hogy sokkal jobban szokta a másikat. De ahogy kérdezted, hogy a feszültséget kibírja jobban, igazából az a jó válogatott játékos, aki a legjobban bírja, mert ugye ott elég nagy a feszkó már egy bizonyos kieséses szakaszban, és talán azt gondolom, hogy jó egy kicsit előtte egy kis nevetéssel oldani a hangulatot. A győzelem pillanatára hogy emlékeztek vissza? Így személy szerint nektek ez milyen volt? Főleg így, hogy azért volt rajtatok nyomás bőven. Hát természetesen nagyon jó volt régóta. Mi még nem szerepeltünk világversenyen, így a nemzetközi színekben, felnőtt szinten, és nagyon örülünk, hogy ez most sikerült megnyerni. És annak kimondottan, hogy az elődöntőben megvertük a szerbeket, amire már nagyon régóta nem volt példa az egyenes kiesésben. És hát talán több erőt ad, hogy még jobban edzünk, és hogy bekerüljünk továbbra is a válogatott csapatba. Az egyébként erőt ad, hogyha tétmeccseken ott vannak a fontos emberek? Gondolok itt szerelmekre, barátokra, barátnőkre, szülőkre. Van olyan meccs, amikor zavaró azért, nekem. Igen? De hát, amikor nagyon stresszes vagyok, meg milyenek, rápörgök a meccsre. És akkor nem tudod kizárni, hogy ott van valakid? Nem mindig tudom kizárni, és akkor meg is mondom, hogy most akkor ne légy. És lányok nem sértődtek még meg ettől? De hát nekem fontosabb lesz sajnos, hogy eredményesebb legyen a csapat. Utána majd maximum kicsit ápolgatod a lelküket. Igen, valami kis kompromisszumot kell kötni mindig. És nálatok? Én igazából örülök, hogyha ott vannak. Általában a édesanyám, édesapám mindig elkísér, és ugye a barátnőm is, amikor tud, ott van a mérkőzésen. Én igazából nem foglalkozok vele az előtt különösen, hogy épp ott vannak-e vagy nincsenek, de egy jó győztes meccs után jó őket megölelni és adni nekik 2 puszit. Ugye a világkupa győzelem után rögtön ment tovább veletek az a bizonyos dübörgő vonat, és a Ferencváros csapatába becsatlakozván elmentettek egyből a Bajnokok Ligája selejtezőbe, ahol szintén megnyertétek a meccseket. Ez milyen volt? Milyen élmény volt, és milyen érzésekkel tértetek haza? Egyáltalán meddig tartott ez a széria így? Meddig tart? Hát reméljük minél tovább. Ha most megnyerik a következő 2 meccset is, ugye, a oda-visszavágos BL selejtezőn, akkor ugye bejöttünk a főtáblára. Most a görögökkel fogtok játszani. Így van, ez a következő célunk, és utána majd kitűzzük a következő célt. És hogy érzitek meg, lesz most a siker? Mindenképpen csalódás lenne, ha nem lenne meg, de nem lesz könnyű.
szintén mi még nem szerepeltünk a Bajnokok Ligája főtábláján, és igazából egy új kihívás, mivel nagyon megterhelő szezon elé nézünk. Majdnem minden héten szerda, szombat váltásban vannak a mérkőzések, és minimum 50-60 mérkőzés lesz ebben a szezonban, tehát bírni kell a terhelés. És ilyenkor hogyan készültök fel az ilyen megterhelőbb időszakra? Mi az, amivel töltekezni tudtok? Bármi. Többet vagytok a barátaitokkal, szeretteitekkel, vagy arra pont nincs idő? Arra ugye, neked a testvéred is benne van a válogatottban. Ez egyébként segítség a nehezebb időszakukban, vagy? Pont ugye a nagy része az egész szezon a klub, tehát a klub mérkőzésekről szól. Ott ugye egymás ellen játszunk. Nagy részt tavaly azt hiszem 6-szor vagy 7-szer játszottunk egymás ellen az egész szezonban. De az viszont nagyon jó persze, hogy a válogatottban együtt játszunk. A családdal viszonylag keveset tudunk találkozni, legalábbis én személy szerint, mivel ők vidéken élnek, de talán pihenéssel, kikapcsolódása ember párjával az nagy feltöltődés. Toni, neked ilyenkor mi az, amiben kapaszkodni tudsz? Leginkább alszok, amikor tudok. Mondjuk ez ennél kevés jobb megoldást tudok. Minden délután be kell iktatni egy órás alvást. Sziasztázol? Persze. És nem csak nyáron, ilyenkor összetélen is? Mindig. Aha. Fél óra minimum. Ez ilyen beauty sleep, tehát ilyen szépségalvás? Hát, inkább az, hogy a délutáni edzésen is lehessen teljesíteni. Hát kívánom, hogy jól teljesítsetek az edzéseken és a meccseken is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen.